estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. Most már biztosan vége a hidegnek. Nem csak a naptár jelzi a tavaszt, de mohán is elűzték a telet. Mutatjuk, idén hogyan zajlott a tikverőzés. Színes maszkok mögé bújtak, fergeteges hangulatot teremtettek a faluban, tikverőztek a mohaiak. Ám hogy a fiókból valódi alakoskodó válhasson, ruházatukat már hónapokkal az esemény előtt elkezdik készíteni. Úgy készítettük, hogy én kiálltam, és a bohócok, miért még beletöztek volna, elkezdtek kitömni. Ez egy eléggé nehéz művelet, de megoldották sokan. Hogy várjátok ilyenkor ezt a napot itt mohán, és szerinted mi a lényege? Eléggé nagyon várjuk, és a célja pedig az, hogy a csikokat termékenyé tegyük, ugye a hagyomány szerint. Anyukám segített megvárni. Csikokra vágtuk a ruhát, különböző színeket, minél díszesebb legyen, és ez fölvartuk egy ruhára. És hogyan készültetek unblock erre a mai napra? Hát nagy izgalommal. Nagy izgalommal. Korommal. Ezt a szokást a török időktől a 20. század közepéig Magyarország, sőt a Kárpát-medence több tájegységén ismerték. Mára csak mohán maradt fenn a télűző, bőséghozó tradíció. A sok-sok évet áttekintve mi minden évben megrendeztük, tehát ez egy folyamatosan ápolt és gondozott néphagyomány, amit nagyon is szeretnénk megőrizni még a jövő nemzedékének. Két dolog miatt is nagyon fontos nekünk önmagában a néphagyomány, mint megőrzése. Másodszorban pedig 2011-ben felvételt nyertünk a Nemzeti Kulturális Örökség jegyzékére, 2019-ben pedig a megyei értéktár listájára kerültünk fel, úgyhogy most már nem csak saját szeretetből, hanem fontosnak tartjuk azt is, hogy eleget tegyünk annak, hogy ott fent vagyunk, szerepelünk, és az a legfontosabb, hogy megőrizzük. A rendezvény alkalmával a környező települések óvisai, iskolásai és a megyén kívül élők egyaránt szeretnek ellátogatni mohára egy kis szerencséért. A húshagyó menet alatt az alakoskodók bekormozták a lányok arcát a termékenység, a bőség, a szerencse jelképeként. A falu asszonyai pedig már napok óta talpon voltak, farsangi fánkokat készítettek a vendégeknek. A különleges hagyomány megörökítését, így részben a fennmaradását is Pesovár Ferenc néprajzkutató gyűjtő munkájának köszönhetjük. Neves fordulója az emberi életnek, meg ilyenkor ugye újra születik a természet, megújul a természet, és ez a tikverőzés is ezt szimbolizálja igazából, hogy megújul a természet, megújulnak a növényzet, a vegetáció, és ezt az emberek még azzal próbálják segíteni, hogy varázsolni próbálnak. Varázsolni, vagyis hogy jót kívánni, jót akarni. Ennek az egész tikverőzésnek az a jelentősége, hogy ilyenkor korommal bekenik az embereket, ami ugye szerencsét hoz, bekenik az állatokat, megpaskolják az állatokat, konkrétan a tyúkokat, azért, hogy jobb legyen a termés abban az évben, és ez egy gyakorlatilag egy jó kívánság. Ilyenkor reggel, amikor elkezdődik a készülődés, összegyűlnek a fiatalok, és úgy próbálnak öltözni, hogy senki ne lássa őket, tehát teljes titokban vannak. Senki nem ismerheti meg az arcukat, ezért van mindenkin egy állarc, az összes szereplőn állarcon. Ezeket a ruhákat ők saját maguk készítik el, méghozzá hosszú hetekkel előtte már készülnek erre az alkalomra, és vagy öröklik a bohócok ezeket a szalagos ruhákat, vagy öröklik, vagy saját maguknak készítenek mindig egy ilyen új ruhát. Az asszonyok pedig már éjszaka óta készülnek, fánkokat sütnek. Ennek is hagyománya van? Hát nem éjszaka óta, hanem napok óta készülnek a fánkokkal, legalábbis ez úgy szokott lenni. Természetesen, mert hogy minden háznál, ahova mennek és ahova viszik a jó kívánságaikat, ott megvendégelik a csapatot, és mindenhol borral kínálják őket természetesen, és fánkkal. Hát ugye fánk, a farsangi jellegzetes étel az a fánk. Úgyhogy fánkkal kínálják a látogatókat. Hát ez most egy kicsit azért körülményesebb, mert most nagyon sok vendég is van már. Régen ez csak a falunak a saját
rendezvénye volt, az saját szokása volt, nem jöttek mások ide, de most már lehet látni, hogy a környező falvakból vagy Fehérvárról az iskolások, elsősorban iskolások jönnek, és ők is részt vesznek ebben az egészben. Egy dolgot szeretnék még megemlíteni ennek a szokásnak, hogy tovább élhetett Pezsovár Ferenc fehérvári néprajzosnak az érdeme. A mohai tikverőzés a mi Fejér megyei hagyományunk, de persze más területeken is, hogy más megyén belül is több településen élt ez a szokás. Egyedül itt maradt fenn, Pezsovár Ferenc fedezte fel annak idején, az 1960-as években, ő találkozott itt vele először, és azzal szembesült, hogy itt ezek a fiatalok a 60-as években még ezt aktívan csinálják, és őrzik, és saját motiváltságukból beöltöznek minden évben, és talán azért is tudott sokáig fennmaradni, és nyilván szükség volt az érdeklődésre, tehát Pezsovár Ferenc volt az első érdeklődője, kívülről jövő érdeklődője ennek a szokásnak, és azzal, hogy ő elhozta a barátait, elhozta az ismerőseit, azzal ezek a fiatalok úgy érezték, hogy van miért csinálni, és még fontosabb talán, mint eddig volt, hiszen az eredeti célja persze a termékenységvarázslás volt, a télűzés, az, hogy megújuljon az ember, megújuljon a természet, megújuljon minden, és minden farsangi népszokásnak Úshagyókert környékén mindegyiknek ez a célja tulajdonképpen. És aztán persze alakult a szokás, változott a szokás, mindig alkalmazkodott a társadalmi elvárásoknak, körülményeknek, és talán azért is tudott sokáig fennmaradni, vagy azért is tudták a fiatalok sokáig éltetni, belülről éltetni, mert nagyon érdekes a struktúrája, az, ahogyan belekerülnek a fiatalok. Ugye 14-16 éves korukban vesznek először részt benne, és az egy nagyon jó megtartó erő, hogy a legfiatalabbak öltöznek mindig lánynak, akik már szerepeltek a szokásban, azok kísérő bohócok, ők nem szaladgálhatnak el, csak az öregebb bohócok, és mindig folyamatosan kerülnek bele a szokásba az új emberek, és folyamatosan távolodnak el belőle, és mivel egy kicsi közösségről van szó, ez egy nagyon erős megtartó erő, tehát folyamatosan adják át, folyamatosan örökítik, és ugye arról nem beszélve, hogy természetesen az idős generáció, ugye az édesapáknak a hagyománya is benne van, tehát ők eleve már a szüleiktől veszik át, de ez a generáció közötti átadás, ez szerintem egy nagyon, nagyon jól kitalált, nagyon, nagyon jól működő átadás, átvétel. És talán ezért is maradhatott ez sokáig ilyen belső szerveződésű szokás. A falu összetartásának köszönhetően máig rendkívül népszerű a tikverőzés mohán. 2011-ben a szellemi kulturális értékek listájára is felkerült. Játszva tanultak a kicsik az állatokról, valamint a helyes állattartás alapjairól. Kutyaterápiás foglalkozást tartott a kovisoknak a Vörösmarty Mihály könyvtárban. Így fogadta a gyerekeket Kodi a terápiás kutya a könyvtárban. A szombati napon a gyerekek találós kérdések segítségével ismerkedtek az állatokkal. Az esemény a Pata és Mancs terápiás egyesület szervezésében valósult meg, akik szerint fontos, hogy már minél fiatalabb korban elsajátítsák a kicsik a helyes állattartás alapjait. Hogyan is jött ennek a kutyaterápiás foglalkozásnak az alapötlete? Az alapötlet azt az egyesület, a Pata és Mancs Terápiás Egyesület vezetőjétől, Szigetvágy Melindától kaptuk igazából, és én lettem erre a kiválasztott, hogy akkor mi pont Kodi nagyon alkalmas erre a feladatra, ő egy nagyon higgadt kutya, még terápiás kutyákhoz képest is, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy egy ilyen nyüzsgő közegben ő egy jó kutyus lesz. És pontosan hogyan is néz ki egy ilyen foglalkozás? Hát ez mindig az adott alkalomtól függ. Most éppen ilyen kis találós kérdéseket fogunk feldolgozni a gyerekekkel. Ilyen állatos témakörben fogunk most velük dolgozni. És akkor minden feladathoz igyekszünk előre lekonzultálni, megbeszélni, hogy milyen módon tudjuk ebbe bevonni a kutyust. És mit gondolsz, miért fontos, hogy a kisgyerekek megismerkedjenek már egészen kicsi korukban az állatokkal, esetleg a kutyusokkal? Hát egyrészt nagyon jó motiváció nekik, tehát hogyha a kutyus be van volna valamilyen feladatba, akkor ők sokkal szívesebben csatlakoznak be. És egyébként a felelős állattartás miatt azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyen ellenőrző körülmények között is találkozzanak olyan kutyusra, akivel tényleg meg lehet sok mindent csinálni, és akkor itt tudunk ezekről a dolgokról beszélgetni. Tervezik-e egyébként még a folytatását ennek a foglalkozásoknak?
Tervezzük egyébként, igen. Amíg most a könyvtár nyitva tart, addig bizonyos szombatokon, nem minden szombaton, de előre egyeztetünk szombatokat, amikor ez itt lehetőség lesz, illetve tervezzük, hogy hétköznap délutánonként is legyen arra lehetőség, hogy az ide tanulni járó gyerekek felolvashassanak a kutyának, és akkor erre itt egy sarokban, egy ilyen olvasó sarokban lenne lehetőség, ahol mesélhetnek neki. A helyszínt a Vörös Marti könyvtár biztosította, hiszen az itt dolgozók feladata nem csak az olvasás megszerettetése a fiatalokkal, a nevelés is fontos szerepet kap. Kutyaterápiás foglalkozás kezdődik itt a gyermek részlegben. Mi hogyan is fog pontosan kinézni ez a nap, ez a program? Ez a program úgy fog kinézni, hogy összeállítottunk egy úgynevezett alap olvasás népszerűsítő szövegértést fejlesztő foglalkozást, és a hozzá kapcsolódó feladatokhoz hozzá gondoltuk, hogy Kodit, a kutyaterápiában résztvevő kutyust hogyan tudnánk segítségül hívni. És önök, mint könyvtár, miért is álltak kiemelni az ügy mellé? Egyrészt nyilván azért is, mert úgy gondoljuk, hogy a kutyákkal való foglalkozás, a terápiás célú foglalkozások mindenképpen előny, illetve a gyerekek felé értéket tudunk közvetíteni több területen, és a mi szövegértést fejlesztő, olvasás népszerűsítő tevékenységünkhöz is abszolút passzol. Mennyi idős gyerekeket várnak körülbelül? Mi az átlag életkor, akiket várnak? Gyakorlatilag igen, mivel gyerekkönyvtár vagyunk, hivatalosan 0-tól 14 éves korig, de azt gondolom, hogy gyakorlatilag 0-tól 99 éves korig bárkit várunk ezekre a foglalkozásokra korosztályi megkötés nélkül, akár szemlélődni, akár aktívan részt venni kívánó látogatókkal. A foglalkozások ezzel még nem értek véget, hiszen az egyesület tagjai tervezik a könyvtár nyitvatartási idejében a kutyás délutánok folytatását. A hölgyek egyik gyakori betegsége a felfázás, melynek tünetei olykor igen ijesztőek. A probléma nem évszakhoz kötött. A szakemberek a megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet. Égő, csípőérzés, vizeléskor gyakori kis mennyiségű vagy véres vizelet. Ezeket a kellemetlen tüneteket érezhetik azok, akik felfázással küzdenek. A probléma az év bármely időszakában jelentkezhet, ezért érdemes odafigyelni már az első jelekre is. Bár a felfázáshoz hozzájárul a hideg, baktérium meglétével együtt alakul ki. A felfázás az egy öregző téma, a hölgyeknél gyakrabban fordul elő, de akár férfiaknál is előfordulhat, tulajdonképpen vizelési panaszokkal jelentkezik, alhasi fájdalommal, gyakori vizeletürítéssel, csípőérzéssel, esetleg kelemetlen illatokat érzünk, sőt a súlyos fokozatban esetleg véres vizelettel is járhat. Igazából sokan felteszik a kérdést, hogy ez most miért jön létre. Nincs biztos, hogy hozzájárul a hideg, tehát a felfázás innen ered, hisz hogyha bármilyen úton a genitális traktus megfázik, vagy hűvös hideg éri, akkor ott megváltoznak a viszonyok, és a hólyagban lévő nyálkahártyában a hideg hatására ilyen érösszehúzódások jönnek létre, és az érösszehúzódások miatt a nyálkahártyának a működése beszűkül, csökken az immun válaszok, és ezáltal a baktériumok, amelyek bekerülhetnek a húgcsövön keresztül a hólyagba, kiválthatnak gyulladásos panaszokat. Tehát önmagában a felfázás baktérium nélkül nem működik, tehát a kettő együtt hozza létre ezeket a tüneteket. Csak tudni kell róla, hogy a nőknél a genitális traktus, a húgcső, a hüvely, a végbél nagyon közel van egymáshoz, és ott vannak olyan baktériumok, amelyek bármikor bekerülhetnek a húgcsőbe. A másik hozzájuk, hogy a húgcső nagyon rövid a hölgyeknél. És azért a húgcsőhöz jutó baktériumok könnyen bekerülhetnek a hólyagba, és hogyha a hideg hatására változik az ellenálló rendszer, akkor rögtön ezeket a tüneteket létrejöhetnek. A szakemberek szerint azonban nem szükséges azonnal orvoshoz fordulni, ha a tüneteket észleljük, hiszen elsőként a gyógynövényeket is segítségül hívhatjuk, melyek a felfázásban hatékony segítséget jelenthetnek. Ezek a betegségek, ezek a betegség tünetek, együttesek tényleg alkalmasak arra igazából, hogy a gyógynövényeket használjuk és segítségül hívjuk. Ha már érezzük a problémát, akkor kombinációkat lehet alkalmazni, hogyha csak tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk ilyen típusú betegségekre, akkor viszont vannak olyan gyógynövények, amelyek erre alkalmasak.
A kasvirág, az Echinacea purpurea, ami egyébként az év növénye, és nem véletlen, hogy kapta ezt a címet, kiválóan alkalmas azoknak a nőknek, akik azt mondják, hogy én hajlamos vagyok a felfázásra. Igazából ez a hajlam, hogy abból ered, hogy bizonyos baktériumok túlszaporodnak a szervezetbe különböző körülmények hatására. Lehet ez egy hidegen, vagy felfázás, egy megfázás, vagy éppen a stressz. Mert nagyon-nagyon sokan nem is tudják azt, hogy a stressz igen erősen indukálja ezeknek az ártó baktériumoknak a túlszaporodását. Ilyenkor nyilván hogy az immunerősítés is fontos szerepet játszik, de kifejezetten erre a típusú problémára az Echinacea purpurea alkalmas. Noha most, ha már elszaporodtak ezek a baktériumok és komoly tüneteket okoznak, akkor a jó öreg tőzegáfonyát elő tudjuk húzni a fiókból. Ha az egy kicsit esetlegesen mondjuk aranyvesszővel vagy medveszőlővel van kombinálva, akkor még hatékonyabb, de ezeket tejában is tudjuk fogyasztani, mert a tőzegáfonya porított gyümölcse alkalmas tejaként is arra, hogy ezeket a problémákat megelőzzük. Itt aztán nagyon sok minden probléma jelentkezhet, a pangóvizelet a hólyagban, ugye nem megfelelő a vizeletürítés, főleg így ez már kor meghatározása is, hogyha idősebb korban gyengébb a hólyagizom, mindig marad pangóvizelet a hólyagban, ahol a baktériumok milliárdjai szaporodnak. Na itt megint csak jelentősége van a gyógynövényeknek, mert ha valaki ezt tapasztalja, akkor nyugodtan kicsi szünetekkel a tőzegáfonyát szedheti folyamatosan. Az, aki tudja magáról, hogy hajlamos erre, az mit csináljon mondjuk a következő hónapokban, hiszen ugye a tavasz jön, most ez egy átmeneti időszak, amikor könnyebben amúgy is megfázunk, de mondjuk nyáron is kell erre figyelni. Hogyne? Hát ez a probléma nem csak a tél problémája, ez kifejezetten ilyen nyári probléma is, ami egyrészről az immunrendszer gyengesége. Tehát itt is, mint minden problémánál az immunrendszer erősítése az elsődleges és legfontosabb. Aztán a bionomikus rendszer rendbehozatala, vagyis az a bizonyos probiotikus közeg, aminek nem nagyon tulajdonítanak jelentőséget az emberek, és azt látom, hogy ebből sok probléma akad. Tehát maga a probiotikus közeg rendbehozatala, és esetlegesen specifikusan kifejezetten olyan gyógynövények, mármint amit említettünk, ugye az Echinacea, vagy a tőzegáfonya, amiket hosszabb időn keresztül lehet használni, aztán ott van a medveszőlő, amit viszont csak kúraszerűen rövid ideig, de például a mezei zsúrló, vagy a csalántea, az nyugodtan már elkezdheti inni az, aki ettől fél, hogy ilyen problémája lesz. Ezeket antibiotikum mellett is lehet alkalmazni, ha már súlyosabbak a panaszok, ekkor azonban már orvoshoz kell fordulni. Akkor kell orvoshoz fordulni, hogy már súlyosak a panaszok. Tehát, hogyha lázas lesz a panaszok mellett, vagy derékszáji fájdalommal lesz, mert akkor nem csak úgy hólyaggyulladás alakul ki, hanem esetleg úgynevezett vesemedence gyulladás is kialakul, tehát akkor mindenképp orvoshoz kell fordulni. De a szakemberek szerint a legfontosabb a megelőzés, a higiéniai szabályok betartásával, a helyes tisztálkodással, megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztásával sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket. Nagyon fontos a higiénikus rendszabályoknak a betartása. Nagyon fontos, hogy mindig gyakran mossunk megfelelően kezet, megfelelően alkalmazzuk a törléseket, mert nagyon közel van a végbél a húcsőhöz, és rögtön baktériumok bejuthatnak. Nagyon fontos a szexuális életnek a helyes magatartása. Az nagyon sokszor előfordul, hogy nagy gyakori szexuális együttlét, az kiváltatja ezeket a panaszokat, és a baktériumok könnyebben bejutnak a húcsőbe, ezért szokták ezt nászutas betegségnek is nevezni, ugyanis akkor gyakrabban jön létre ezeket. De nagyon nem megfelelően a védekezés. Hogyha valaki is túl gyakran használja spermicid szereket a védekezés kapcsán, megváltoztatja a hüvelynek a flóráját. Jobban elszaporodnak a baktériumok, bejutnak a húcsőbe. De hozzájárul az is, hogyha a kevés az ösztrogén a szervezetbe. Ezért nem csak fiatal hölgyeknél, hanem idősebb korosztálynál is előfordulhat az úgynevezett felfázásos urocisztiteszes panaszok, ugyanis az ösztrogénre nagy szükség van a hüvely nyálkahártyának és a hólyag nyálkahártyának és a regenerációjába. És hogyha ebből hiány van, akkor már nem tud úgy regenerálódni a hüvely nyálkahártya, a baktériumok jobban elszaporodnak, és ezek a baktériumok könnyebben bekerülnek a húcsőbe. Tehát nagyon fontos a megelőzés. Ide tartozik a folyadékfogyasztás. Tehát a hölgyek általában
általában hajlamosak, ahogy keveset isznak, ezáltal kevesebb vizeletet ürítenek. A hólyag az olyan, hogy szükség van a vizeletre. Tehát nagyon sok naponta 2,5 liter, vagy akár 3 liter folyadékot is el kell fogyasztani, hogy akkor bő folyadékfogyasztás, bő vizeletürítéssel jár, és ezáltal a baktériumok kimosódnak a hólyagból, a húgycsőből, nem tudnak úgy megtelepedni, és nem tudnak úgy kialakulni ezek a tünetek. Nagyon fontos például, hogy ne tartsuk a vizeletet. Tehát nagyon hajlamosak arra is a hölgyek, hogy nem akarnak elmenni a WC-ben, kellemetlen, nem olyan helyen vannak, és a pangás alakul ki a hólyagba, a vizeletbe, azok a baktériumok rögtön el tudnak szaporodni. Egy óránként duplázódnak a bent lévő baktériumok a száma, és egy jó táptalaj alakul itt ilyenkor ki. Ha mégis arra jut a sor, hogy orvoshoz forduljanak a hölgyek, akkor hogy lehet kezelni, és milyen szövődményei lehetnek? Hogyha már súlyos panaszok vannak, de még nincsen láz, nincs vesegyulladás, hogy olyan meleg borogatásokat kell alkalmazni, vagy forró, sós ülőfürdőket kell venni, ezek mind-mind, és a bő folyadékfogyasztás mind segítenek a megakadályozásával, kifejlődésében. És természetesen, amikor már lázas állapot lép létre, súlyosbodik, és ez pár nap alatt nem rendeződik, vagy véres vizelet van, akkor mindenképp el kell menni urológushoz, vagy nőgyógyászhoz, hisz általában nőgyászati problémákból indulnak el ezek a dolgok, és ilyenkor már akár antibiotikus kezelés is szóval jön, természetesen a bizonyos tenyésztés elvégzésével, ami célzottan arra az antibiotikum, ami éppen ott kialakult. Ha valakinek évente, 2-3 kialakul egy ilyen panasz és ilyen tünet, és ami átmenetileg van és meggyógyul, akkor azzal igazából nem kell még megijedni tőle, tehát azt lehet kezelni. De hogyha ez van, sok hölgynél visszatér, havonta ismétlődik a panasza, akkor mindenki orvoshoz kell fordulni, akkor krónikussá válik. És ilyenkor már tartós gyógyszeres kezelés is szóba jön, illetve az immunerősítők, amelyek megakadályozzák ennek az ismételt visszatérést. És ne feledjük, hölgyeim, bár nyakunkon a tavasz, most is fontos a réteges öltözködés, és az, hogy ne üljünk le a hideg padokra, mert könnyen ráfázhatunk. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!